Ez a dombovár már nem az a dombovár, amely az elmúlt években újra meghatározó dobogós helyek valamelyikért szállt harcba a Tolna megyei bajnokságban. Négy, de inkább öt meghatározó, köztük több itt nevelkedett játékos távozott a nyáron, ami azonnal nagyfokú játékerőbeli gyengüléssel járt. Mert hogy a helyükre sehonnan nem érkezett a csapathoz hasonló kvalitású játékos. Nem is törekedett erre az időközben összetételében változó vezetőség, mert hogy a koncepció is változott. Vagyis, ha átmeneti visszaeséssel is járnak a dolgok, a Dombóvári utánpótlásból az itteni fiatal játékosok beépítésével egy új teljesítőképes és szerethető csapatot kell építeni, amely előbb-utóbb, de inkább előbb visszaszerzi előkelő pozícióját a Tolna megyei első osztályú bajnokságban. Az új koncepcióhoz új edzőt is kellett találniuk a dombováriaknak, miután Kardos Ernő az első két fordulóban elszenvedett vereség után távozott akinek a helyét a soron következő harmadik bajnoki előtt a dombovári utánpótlásból érkező Péter Imre vett át. Az új tréner odahaza az idén százszázalékos első helyen álló bajnoki címre esélyes Bátaszék ellen debütált, mégpedig 0-6-tal. Tekintettel arra, hogy 0-5 volt már a félidőben dombovári szempontból az eredmény, és a második félidőben fél órát fél a kiállítások miatt kettős ember átrányban játszották végig a dombovári fiatalok, és ilyen körülmények között is volt tartása a csapatnak a második játékrészben, így az új tréner a hatnulás vereségben is látott olyan fénypontokat, amire az elkövetkezendő hetekben, hónapokban lehet építeni. Két kianítás volt, azért mondom, hogy ilyenkor a játékosban is benne egy, hogy csak azért is megteszem, csak azért is küzdök, tehát azért mondom, ezeket kell rendbetennem, hogy egy, egy, csapat vagyunk, egy vezünk, és akkor tudunk előrébb jutni. Az új felnőtt edző abszolút ismeri a mostani rábízott csupa fiatal játékosból álló keretet csapatot, hiszen több évtizede a dombovári utánpótlásban dolgozott megbecsült edzőként. A felkérés, mint mondta, mégis váratlanul érte, de nagy-nagy örömmel vállalta a feladatot. A csapatnak körülbelül a 99 a az én kezeim között nőttek fel, és gondolom a lehetőségnek választottak így, hogy így legyen a döntés, hogy a mellettem döntöttek. 22-23 az álltak életkor, és a lehetőség kérés az volt, hogy próbáljam ezt a fiatal csapatot egy picit úgy összerázni, fejekbe rendet rakni, hogy ezt a, hogy főjönnek a feladathoz. Nem lesz könnyű feladat. Jól jön most a Magyar Kupa meccsek miatti bajnoki szünet ahhoz, hogy képes legyen felrázni, gatyába rázni Péter Imre a csapatot, régi ismerősként hitet, önbizalmat adni a játékosoknak. Türelmet kértem, és megkaptam a bizalmat a veletős részéről. Most megmondom őszintén, hogy abban maradtunk, hogy az őszt végigcsinálom, megpróbálom a fiúkat úgy, úgy rendbe szenni, amit én szeretnék, és akkor újra tárgyaljuk a tavaszt hogy a hozatásról. De én bízom benne, hogy ez a fiatal csapat, hogyha ahogy ma is küzdöttek a második fél időbe, Minusz kettővel két kiállításunk volt, akkor úgy azem, hogy tudunk előrelépni. Az új vezetés bízik a mostani nehéz helyzetben is, sokat segítő a Dombovári foci suliban, legfőképpen abban, hogy annyi játékos tudnak kinevelni, hogy a legjobbak várható továbbállása után is, ami elkerülhetetlen, maradnak szép számmal olyan saját nevelési játékosok, akikből meríthet, építhet Dombovár labdarúgása, és lesz esélyük hamarosan megyei szinten meghatározó csapattá válni. Az edzőváltás is azért következett be, hiszen ezekhez a fiatal gyerekekhez egy egészen más pedagógiai koncepcióval rendelkező edzőt választottunk, aki egy rendkívül agilis utánpótlás edző jelen pillanatban is a Dombóvári Foci Egyesületnél, és szeretnénk, hogy, hogy ezekkel a gyermekekkel úgy véljük, hogy sokkal jobban tud dolgozni, mint az előző vezetőedzőnk, és szeretnénk minél, minél feljebb jutni a ranglétrán, és egy kemény agilis csapatot összehozni. Noha a megyei első osztályban jelen van a pénz, a játékosoknak járó, olykor nem kis juttatás, legfőképpen a jobb csapatoknál. Nos, e tekintetben Dombóvár az amatőr kisebbséghez fog tartozni, jelentette ki az elnök. Mi egy teljesen amatőr kap, csapatként képzeljük el most a, a klubnak a jövőjét. Ebben az évben én úgy hiszem, hogy ezzel az összeállítással, ezzel a, ezzel a gárdával, a Tevel csapatával, a Kakas csapatával és a Dunaföldvár csapatával tudjuk majd a versenyt fölvenni. Én úgy érzem, hogy a, így itt vagyunk a Realitások talaján, ezzel a három csapattal tudunk meg, megmérkőzni, de remélem, hogy a fiúk tűzzel és elszántsággal mindenféleképpen tudnak meglepni. Okozni egyszer, Péter Imre azért nem tartja a kizártnak, hogy szükség lehet egy-két tapasztalt játékosra a most eltávozottak közül valamelyikük visszacsalogatására is. De ebben az esetben reméli, hogy nyitott lesz a klubvezetés éppen az eredményesség miatt.